Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt. Ha Isten fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, változzanak kenyérré. Jézus ezt felelte, írva van, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik. Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt. Ha Isten fia vagy, vesd le magad, hiszen írva van, angyalainak megparancsolta, a tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne üsd a lábadat. Jézus ezt válaszolta. De az is írva van, ne kísértsd uradat, Istenedet. Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán. Megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt. Ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem. Ekkor Jézus azt mondta neki, takarodj, sátán, mert írva van, uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Erre otthagyta őt a sátán, és íme angyalok jöttek és szolgáltak neki. Ezek az evangélium igény. Caro Padre esortato, carissimi fratelli e sorelle, buona domenica e la gioia di essere qui con voi. Kedves Zoltán atya, kedves testvérek, áldott szép vasárnapot kívánok mindenkinek, és örülök, hogy itt lehetek veletek. Vi ringrazio dell'invito e ringrazio di questa accoglienza. Perché con questo invito mi permettete di realizzare la missione che il Santo Padre mi ha dato quando mi ha mandato qui in Ungheria. Köszönöm szépen a meghívást és a fogadtatást. A meghívást azért, mert lehetővé teszi számomra azt, hogy teljesítsem azt a küldetést, amelyet a Szent Atya rám bízott. La mia nomina risale a circa 3 anni fa, c'era ancora Papa Benedetto, ma l'anno scorso è stata poi certamente come riconfermata da Papa Francesco. Még 3 évvel ezelőtt nevezett ki engem Benedek pápa, és tavaly megerősítette ebben a kinevezésben Ferenc pápa is. Il compito del nunzio non è di restare lì a Budapest, ma di conoscere il paese, in particolare conoscere ed essere vicino alla chiesa locale,
essere questa presenza del Santo Padre, essere la parola e la benedizione del Papa su ogni comunità che può incontrare. Mert hogy a nuncius feladata az nem az, hogy Budapesten üljön, ott legyen, hanem az, hogy megismerje a rábízott országot, hogy közel legyen az emberekhez, hogy mint a Szent Atya képviselője elvigye mindenhová az ő szavát és az ő áldását. A volte passando per l'autostrada andando a Vienna, vedevo questo nome lungo lungo però, Mosom Gianfarco. È prima volta comunque che entro adesso e vi incontro personalmente. Olykor, amikor Bécsbe tartottam az autópályán, akkor már találkoztam ennek a városnak a hosszú nevével, Mosonmagyaróvár, de most az első alkalommal jöttem el ide személyesen. Ecco la bella occasione di cominciare con voi questo periodo speciale dell'anno liturgico, la prima domenica di Quaresima. Szép alkalom az, hogy most ma együtt kezdhetjük meg ezt a különleges időszakot, a nagyböjtnek az idejét. Un tempo particolare, un tempo tradizionale che i cristiani hanno cominciato a celebrare fin dai primi secoli per essere bene preparati a celebrare la Settimana Santa, la Pasqua, la Passione e la Resurrezione. Különleges idő ez, tele hagyományokkal. Már az első századok keresztényei elkezdték megtartani ezt a készületi időt, hogy felkészülten ünnepelhessék a nagy hetet, a Szent Háromnapot, Krisztus szenvedését, a húsvétot. Sappiamo che la passione e la resurrezione di Cristo è l'evento fondamentale della nostra fede, lo dice San Paolo, se non ci fosse Cristo risorto, vana sarebbe la nostra fede. Ed è un fatto così importante che dobbiamo sempre approfondire per viverlo nella sua interezza, nella sua totalità. Tudjuk jól, hogy az Úr Jézus kényszenvedése és föltámadása hitünknek az alapvető eseménye és momentuma. Szent Pál apostol mondja, ha Krisztus nem támad föl, akkor hiába való az én hitem. És éppen ezért szükséges, hogy a maga teljességében minél inkább meg tudjuk élni ezt az üdvözítő eseményt. Proprio il Papa Francesco, mercoledì scorso, nell'udienza, ha parlato della Quaresima e ci ha ricordato quali sono gli elementi fondamentali da tenere presente in questo periodo. Szent Atyánk Ferenc pápa a múlt szerdai általános kihallgatása alkalmával beszélt éppen a nagyböjtről, és két fontos pontot emelt ki, amelyet szem előtt kell tartanunk ebben az időszakban. Primo scopo della Quaresima, dice il Papa, è prendere più viva consapevolezza dell'opera redentrice di Cristo. L'importanza, il senso per la nostra vita di Cristo, incarnato, morto e risorto. Az első célja a nagyböjtnek, mondja a pápa, hogy minél tudatosabban éljük és vegyük Krisztus megváltói művét, hogy ez legyen a mi életünknek az alapja. Secondo elemento, vivere con più impegno il proprio battesimo. A második pont, amelyre a Szent Atya fölhívja a figyelmünket, hogy minél nagyobb odaadással éljük meg a saját keresztségünket. Tradizionalmente era proprio la notte del sabato santo, la notte di Pasqua, che era riservata ai battesimi tutti assieme. E avrò anch'io la gioia il prossimo sabato santo di battezzare una figlia di Dio, diventerà figlia di Dio. Mert hogy hagyományosan éppen a húsvéti idő, nagyszombat éjszakája az az idő, amely régen a keresztségnek volt fenntartva. És én is nagyon örülök, hogy húsvétkor megkeresztelhetek majd egy kis leánygyermeket. Mi soffermo un momento sul primo punto, rendersi coscienti dell'opera e della missione di Cristo per noi. Kicsit szeretném elmélyíteni az első pontot, amelyre a Szent Atya fölhívta a figyelmünket,
minél tudatosabbá tegyünk önmagunkba Krisztus megváltói művét, az ő küldetését. Le letture che abbiamo ascoltato ci danno gli elementi, partendo dalla creazione. Pensando alla creazione siamo invitati a considerare che noi siamo opera di Dio. Siamo stati creati a immagine di Dio, frutto dell'amore di Dio che ha creato il mondo e ha creato l'umanità, l'uomo e la donna. Már az olvasmányok is megadják a legfőbb elmélkedési pontokat számunkra. Az első olvasmányban, a Teremtés könyvében az ember teremtéséről hallottunk, arról, hogy mi az Isten műve vagyunk, az ő szeretetének a gyümölcse vagyunk, és az ő képmására lettünk teremtve. Uno dei grandi doni che Dio ha dato all'uomo, a sua immagine, è la capacità di amare. Az egyik nagy ajándék, amelyet az Isten képiségből kaptunk, abból, hogy Isten az ő képmására teremtett bennünket, az annak a képessége, hogy tudunk szeretni. E assieme a questo ha dato il dono della libertà, cioè la capacità di scelta, di vivere questo dono dell'amore in una maniera buona, totale, oppure anche terribilmente di chiudersi all'amore. Ed è, sappiamo, che all'inizio c'è stata purtroppo questa esperienza del peccato, la disobbedienza, la mancanza di amore verso Dio. És ezzel a szeretetnek az adományával együtt adta Isten nekünk a szabadság ajándékot is, ajándékát is, azt, hogy képesek vagyunk választani, képesek vagyunk dönteni, hogy hogyan élünk a szeretetnek ezzel az adományával. És hallottuk az olvasmányban, tudjuk jól, hogy bizony az embernek az első pillanatban ez nem sikerült, mert nem jól válaszolt, nem jól döntött, hanem bezárult önmagába. Nem válaszolt Istennek a hívására szeretetével. Però grazie alla misericordia di Dio, la punizione non è stata assoluta. Cioè Dio ha aperto subito una strada di redenzione, prima con una promessa del Redentore e poi con Gesù, il Redentore fatto uomo in mezzo a noi. De hála Isten kegyelmének, a büntetés, amely ebből következett, a számunkra nem abszolút, nem végleges. Mert Isten rögtön megnyitotta számunkra a megváltásnak az útját. Először az ő ígéretével, hogy megváltót küld majd, és aztán ténylegesen a megváltó eljövetelével is. Adesso tocca a noi esercitare la nostra scelta. Noi abbiamo la fortuna, che non aveva Adamo, di avere l'esempio di Cristo, e non solo l'esempio, anche la forza e la grazia di Cristo, che ci fa capire dov'è la via del bene, che ci insegna con la sua parola. Nel Vangelo abbiamo sentito, lui stesso ha affrontato questa prova per dire poi a Satana, vai, vai, solo Dio deve essere servito, a lui va la nostra adorazione, la nostra obbedienza. Most már mi következünk, most már rajtunk áll, hogy helyesen hozzuk meg döntéseinket. Nekünk már megadatott az is, ami Ádámnak még nem, az, hogy Krisztus előttünk áll az ő példájával, az ő életpéldájával, és nem csak a példájával, hanem a kegyelmével is, amely kísér bennünket. És éppen a mai evangéliumban hallottuk, hogy Krisztus bizony a kísértésektől sem volt mentes. Abban is példát mutatott nekünk, hogy hogyan mondott ellen a sátánnak, hogyan zavarta előtt magától, hogyan nyilatkoztatta ki azt, hogy egyedül Istent kell szolgálni életünkben. Ecco allora questa quaresima, questa occasione che abbiamo di vivere con più intensità la nostra fede, nella preghiera, nel digiuno, nella carità, come abbiamo sentito fin da mercoledì scorso, per essere veramente, come il Papa ci invita sempre, ad essere dei veri, autentici cristiani. Itt a nagy bőjt ideje, hogy minél intenzívebben megéljük a hitünket, megéljük és elmélyítsük az imádságban, a bőjtben és a szeretet cselekedeteiben. Ahogy a Szent Atya mindig hangsúlyozza, azért, hogy minél hitelesebb keresztények legyünk. Abbiamo il Signore che ci accompagna
il cui unico desiderio è che siamo riempiti della sua grazia e della sua gioia. Abbiamo anche la Vergine Maria, credo che questa chiesa è dedicata alla Madonna o no? Voi vedo che qua avete la Madonna, ecco, quindi siete sotto l'attenzione e la protezione della Madonna Regina. Nem vagyunk ebben egyedül, mert az Úr segít bennünket, akinek egyetlen vágya az, hogy elteljünk az ő kegyelmével és szeretetével. És velünk van a szűzanya oltalma is, ahogy látom, ez a templom is az ő tiszteletére van szentelve, és nem hagy el bennünket soha az ő védelmével. Vorrei finire queste parole con un pensiero al Santo Padre, Papa Francesco. Szavaimat szeretném befejezni egyetlen gondolattal, amely Ferenc pápára vonatkozik. Ci prepariamo a celebrare in settimana prossima, il 13 giovedì, l'anniversario dell'elezione del Papa Francesco, il giorno in cui abbiamo appreso, credo anche voi, davanti alla televisione, Habemus Papam. È già passato un anno. Éppen arra készülünk ezekben a napokban, hogy megünnepeljük, megemlékezzünk Ferenc pápa megválasztásának első évfordulójáról. Március 13-án lesz ez az évforduló, jövő hét csütörtökén. Bizony már egy éve, hogy mindannyian láttuk, megéltük azt a pillanatot bizonyára a testvérek és ott a televízió előtt, hogy Habemus pápám, hogy van már új pápánk. È l'occasione per pregare, per ringraziare il Signore di averci dato questo Santo Padre. L'abbiamo amato fin dall'inizio per la sua semplicità, immediatezza, la sua capacità di comunicare, di sentirci e di farci sentire vicino la sua parola e la sua persona. Alkalom è számunkra, hogy imádkozzunk a Szentatyáért, és hogy hálát adjunk Istennek azért, hogy adta őt nekünk. Kezdettől fogva elnyerte az embereknek a szeretetét az ő közvetlenségével, az ő egyszerűségével, azzal a képességgel, ahogy comunicare tu das emberekkel. Sapete che il Papa è stato invitato qui in Ungheria, non adesso ma fra due anni, non c'è ancora la conferma, ma tutti lo speriamo, anzi stiamo lavorando perché questo possa realizzarsi e sarà certamente, se Dio lo vuole, che si realizzi una grazia grande del Signore. Tudjátok talán azt is mindannyian, hogy a Szentatyát meghívták Magyarországra, 2016-ra várjuk ide, két év múlva kellene jönnie, és reméljük, nem csak remélünk, hanem azon dolgozunk is, hogy ez a meghívás valóban megvalósulhasson, és eljöjjön hozzánk, amely mindannyiunk számára nagy kegyelem lenne. Sentiamoci impegnati a pregare per lui, con un sentimento grande di essere, direi anche orgogliosi di avere un Papa così, che tutto il mondo ci ammira, è una delle personalità più amate dal mondo intero ed è il nostro pastore, il nostro Papa che ci guida, ci insegna, ci incoraggia e ci sostiene. Imádkozunk hát a Szentatyáért, erre buzdítok mindenkit, és legyünk, mondhatom azt is, legyünk rá büszkék, hogy ilyen vezetőnk van, aki a világ egyik legelismertebb, legszeretettebb embere, személyisége, hogy ő vezessen bennünket utunkon. Buona Quaresima, sentiamoci uniti. Io pregherò per voi, voi anche pregherete per il Nunzio e per il Papa, che ci siamo capaci di corrispondere all'amore e alla grazia di Cristo. Áldott nagybőtöt kívánok minnyájatoknak. Maradjunk együtt az imában, én ígérem a magam részéről az imákat értetek is. Kérlek benneteket, hogy ti is imádkozzatok értem, és a Szentatyáért, hogy mindannyian jól válaszolhassunk Isten kegyelmére és szeretetére. Laudetur Jézus Krisztus. Köszönöm. Ünnepi szentmisét mutatott be a Magyaróvári Plébánia templomban Alberto Bottari de Castello. Annuncius Ferenc pápát képviseli hazánkban, ő a Szentatya füle, a Szentatya szeme Magyarországon. Il compito del nunzio non è di restare lì a Budapest.
annunciusnak nem az a feladata, hogy Budapesten üljön, hanem hogy megismerje a rábízott országot, fogalmazott a Szentszék követe. Az érseket 3 évvel ezelőtt nevezte ki 16. Benedek, és tavaly megerősítette tisztségében Ferenc pápa. Misszióban van ő itt, és azt hiszem, hogy amikor Magyarországról beszélünk, és még mondhatom azt is, hogy amikor Moson-Magyaróvárról beszélünk, akkor egy missziós területre érkezett a Szent Atya, és azt hiszem, hogy ha hallgattak az ő szavára, és el tudták fogadni, el tudták mélyíteni az ő szavait, azok a hívek, akik ma jelen voltak a Szentmisén, akkor ők is átvehetik ezt a missziós feladatot, és elvihetik a híreket ebben a városban. Na most erre mondom azt, hogy bár Szent Atya mindig a pletyka ellen beszél, de ezt lehet pletykálni, hogy itt volt nálunk a nuncius úr, és mit mondott számunkra, és hogyan változtassuk meg az életünket, hogyan induljunk el Nagybőjtnek az útján. Isten a saját képére teremtette az embert, és így képessé vált arra, hogy ahogy az Isten, úgy az ember is szeressen, fogalmazott szentbeszédében a pápai követ, aki kiemelte, a teremtő másik nagy ajándéka a szabadság. Képesek vagyunk választani, dönteni, hogy hogyan élünk. Rajtunk áll, hogy helyesen hozzuk meg döntéseinket. Ez az idő arra való, hogy mintegy leporoljuk a hitünket, hogy tudatosabban éljük meg a kereszténységünket, nagyobb odaadással, odafigyeléssel azt a megváltói művet, amelyet Krisztus vitt végbe értünk. Annuncius korában Afrikában és Japánban képviselte a szentatyákat, olyan helyeken, ahol nagyon alacsony a katolikusok száma. Magyarországon viszont az itt élők 60%-a katolikus. Nagyon erős nyoma van itt a kereszténységnek, véli a Szentszék követe. Ahogy beléptem a városba, amennyire szét tudtam nézni az autóból, láttam, hogy egy rendezett, szép város. Gondolom, hogy éppen ezért a polgárok is derék polgárok, akik ezt a várost lakják. A Szent Atya mindig felhívja a figyelmünket arra, hogy ne csak magunkra figyeljünk, hanem figyeljünk oda másokra, nyíljunk meg mások felé, segítsünk másokat, ahogy tudunk anyagilag is, vagy bármilyen más segítséggel forduljunk hozzájuk. És ez a Nagybőjt egyik fontos szempontja, ez a bőjtnek az egyik értelme is, hogy magunkat valamennyire kiüresítjük, hogy magunktól valamit elvonunk, hogy másoknak oda tudjuk adni. Az ünnepi szentmisét március 15-én és 16-án, tehát szombaton és vasárnap sugározzuk a Moson-Magyaróvári Városi Televízió adásában. Thank you.